A ballagások mindig kiemelt szerepet játszanak egy diák életében. Legyen az óvodai, általános iskolai vagy középiskolai ünnep. Ilyenkor csokrokkal és egyéb ajándékokkal halmozzák el a szülők és a hozzátartozók a ballagót. A középiskolai ballagások különösen fontos ünnepének számítanak. Ilyenkor jön el a diákok életében a vízválasztó korszak. Lezárulnak a felhőtlen diákévek, és megkezdődnek az érettségi vizsgák. A Garai János gimnáziumból is elballagtak május első napjaiban az érettségire készülő diákok. 108 tanuló vett búcsút az Alma Matertól, közülük pedig 34-en kaptak a tantestülettől elismerést és jutalmakat kitűnő, valamint jeles tanulmányi munkájukért. Heyman Józsefné, a gimnázium igazgatója beszédében köszöntötte a ballagó diákokat és kiemelte, a diákok mindig boldogan emlékeznek vissza a gimnáziumban eltöltött évekre. Kedves ballagó diák! Az idő múlásával elköszönésetek lélekben is elkezdődött. Kiválasztottátok ballagási meghívótok mottóját, készítettétek a tablókat, s az elmúlt napokban nagyon kedves, egyéni műsorokban köszöntetek el tőlünk. Beszéltetek a küzdelmes diákévekről, összefoglaltátok az Inteltől 8, 6, 5, 4 esztendő fontosabb mozzanatait. Jó volt hallani azokat a gondolatokat, amit tőletek kaptunk. A tudományok alapismereteinek átadásán túl arra törekedtünk, hogy a szószoros értelmében nemes emberré váljon, nemes emberré neveljünk benneteket. A ballagási műsorokhoz tartozik, hogy a 11-es diákok elköszönnek a ballagó iskolatársaiktól. A 11. évfolyam képviselője azt mondta, hiányozni fognak ballagó diáktársaik a pezsgő iskolai életből. Mert az ember utólag gondol bele abba a sok jóba, ami itt történt, hogy itt küzdött együtt másokkal, hogy ezeket a padokat oktatta, és hogy itt kötött életre szóló barátságokat. Úgy érzem, bátran kijelentettem évfolyam társai nevében, hogy hiányozni fogtok, hiszen veletek már nem futunk össze a súly udvarán, nem lesz, aki elküldje a kidolgozott tételeket, dolgozott megoldásokat, és nem lesz, aki megnehezítse dolgunkat a házi bajnokságon. A ballagási ceremóniák egyik hagyománya, hogy a végzős diákok képviseletében egy társuk elbúcsúzik a tanároktól, az iskolától és az alsóbb évfolyamos diáktársaiktól. A végzős diákok azt az üzenetet hagyták hátra, hogy fontos emlékezni azokra a pillanatokra, amik meghatározták az életüket gimnáziumi tanulmányaik során. Hát eljött az utolsó nap is. Én most is nehezen fogom fel, hogy itt tartunk, pedig a szeptemberi osztálykirándulásunkkor leesett már, hogy vége. Ez az utolsó kirándulás. Hamarosan elmaradnak a közös tanórák is. Lassan már nem lesz alkalmunk összefutni a folyosón, és nem lesz értelme könyörögni Feri bácsinak, hogy engedjen ki 10:30 előtt. Egy dolog azonban nem érhet véget, az emlékezés. A ballagás után az intézmény igazgatója azt mondta, hogy a Garai János gimnázium egy jó ugródeszka, és kellően felkészíti a diákokat az egyetemi létre. Valamint a gimnázium rengeteg lehetőséget biztosít a diákok számára. A végzős osztályok átlagáról azt mondta, hogy büszke az általuk elért teljesítményre. Garai gimnáziumban járok, egyfajta garai szellemiséget viselnek magukon, és büszkék arra, hogy ide járhatnak. Ez egyfajta közösséget is jelent, hiszen összetartozó közösséget, hiszen Szekszárdon generációk nőttek már föl, úgyhogy a Garai gimnáziumban jártak. Van olyan diákunk, akinek már a dédszülei, dédnagyapja is ide járt, nagyapja, édesapja, és most ő képviseli a következő nemzedéket, és hát reméljük, hogy majd a gyermekeik is ide járnak. Tehát Szekszárdon én úgy gondolom, egy nagyon fontos szerepet tölt be mind a mai napig Szekszárd oktatásában. A másik pedig az, hogy az idejáró diákok számára az egyik legfontosabb korszakot jelenti az életükben, a középiskolás korszakot, hiszen itt válnak felnőtté, és amilyen felnőtté válnak, az nagyon sok múlik, természetesen rajtuk, de természetesen rajtunk is, az itt tanító pedagógusokon. És természetesen jelenti a közösséghez tartozáson túl egyfajta felkészülést már, mivel a gimnáziumoknak is az a célja, hogy felkészítse a diákokat az egyetemi létre.
Egyrészt egy nagyon jó közösségi életet, tehát azt, hogy a diákok itt egy jó közösségben vannak, osztályközösségekben is, ahol a tanuláson kívül, a délutáni tanórán kívüli tevékenységben, sport, szabadidős tevékenységben is jól megtalálják önmagukat, hiszen összesen elég, ha azt mondom, hogy heti 72 órában vannak különböző délutáni tevékenységek. Széles skáláját nyújtjuk ezeknek a tevékenységeknek, a diákszínjátszó, versmondókörök, honismereti szakkör, és természetesen sokat jelentenek a diákok számára meghatározó élményt a nemzetközi kapcsolatok. Az iskola kiemelten kezeli a határon túli magyar nemzettársainkhoz való viszonyt, és az ottani gimnáziumokkal való kapcsolattartásokon keresztül ezek a gyerekek folyamatosan eljutnak Kárpátaljától Erdélyen át egészen Óbecséig. De jelenti a nemzetközi programokat is, amikor is, ugye ma is hallhattuk, hogy számos diákunk, szinte alig van olyan diákunk, így mondhatnám, aki nem rendelkezik nyelvvizsgával. Ez az idegen nyelvet jól tanulják, jól gyakorolhatják az Erasmus pályázati program keretében is, mégpedig a pályázat során eljutnak Európa különböző országaiba angol nyelvű projekteken keresztül, és különböző országok diákjaival dolgozunk együtt. Folyamatosan vannak ilyen Erasmus pályázataink, jelenleg is 4 európai ország diákjaihoz jutnak el a garaisták. Tehát nyilván jelent hihetetlenül sok közösségi tevékenységet is. Nagyon kiegyensúlyozott eredményekről van szó, a 4,3 és a 4,5 közötti az osztályá. Átlag, tehát azt mondhatom, hogy magas, 4,55 a legjobb, ez is nagyon jó teljesítmény, de mindössze 4,3 az idézőjelben mondanám, hogy leggyengébb. A ballagó diákok közül Gulyás Enikő részesült jutalomban. A tanárok díját kapta meg a közösségi munkájáért és a tanulmányi eredményeiért. A diák azt mondta, a garainak sok mindent köszönhet. Többek között jó alapot adott a továbbtanulásban. Tanár szeretne lenni, és úgy érzi, a gimnáziumban megkapta mindazt, amivel elindulhat a felsőoktatásba. Nagyon élveztem ezt a 4 évet, amíg ide járhattam, és hát rengeteg mindent tanulhattam, és a tanárok is szuperek voltak, az osztályközösség is nagyon jó volt, élveztem az egész 4 évet. A tanárok díját kaptam, és hát a 4 éves munkámért kaptam, meg főleg a sport teljesítményeimért és a történelmért nyújtott dolgaimért. Tanár szeretnék én is lenni, és megmutatták, hogy miben jó, miben nem annyira jó, hogy milyen legyek én a jövőben.